És Erdülő csapatunk is elkezdte már a felkészülést a következő idényre. Az együttes új vezetőedzőjével, Skoda Bencével beszélgetünk, hogy alakul eddig az alapozás, hogy dolgoznak a lányok. Így van, az idei évtől én vettem át a Serdülő csapat felkészítését és versenyeztetését. Második hétben tartunk a felkészülésben. Az első héten ilyenkor szokásos felmérésekkel kezdtük az edzéseket, a felkészülést, utána pedig egyelőre a képességfejlesztés, állóképesség, stb. Van terítéken, de már rögtön az első edzéseken előkerült a labda. Lányok azért éhesek voltak itt a labdára, úgyhogy mindenképpen gondoltuk, hogy így a stábban, hogy már az elejétől kezdve labdázunk, eddig nagyon pozitív a hozzáállás, a lányok rettentő motiváltak, úgyhogy én teljes mértékben elégedett vagyok velük. Lehetnek is motiváltak, hiszen sikerült az előző szezonban megnyerniük a megyei felnőtt bajnokságot, így idén már a Serdülő csapat is az MB2-ben indulhat a Serdülő első osztály mellett. Milyen célokkal vágtok neki az új idénynek mindkét bajnokságot tekintve? Így van, tavaly ugye megnyerték ezzel a megyei bajnokságot, ezzel ugye jogot szereztek az MB2-ben való indulásra, mint utánpótlás csapat fogunk indulni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban az MB2-t azt arra kell majd felhasználjuk, hogy fizikálisan erősebb, rutinosabb játékosok ellen a lehető legtöbbet tudjunk fejlődni. Ez az elsődleges célkitűzés, de én azt hiszem, hogy a lányok erre képesek lesznek, és sikerrel fogják venni az akadályt. A Serdülő bajnokságban szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Nem lesz egyszerű dolog. Láttam már a sorsolást, néztem, hogy milyen csapatok lesznek, kőkemény bajnokság lesz. Én bízom benne, hogy lesz bajnokság, és nem fog félbeszakadni, ugyanúgy, mint ahogy a tavaly évben, és minden rendben végig fog menni idén.